Nem. Remélem ez már az utolsó. Hölgyeim, uraim! Érikém? Igen. Egyelőre, hogy a kívülés, amit a magának havarít.
Egyébként a bizottság ülés nem szokott lenni. Jó, rendben. Másik bizottságban sincs itt. Amit én kérdeznék, hogy van valami konkrét dolog, hogy valamelyik testületi ülésen lévő anyaggal valamit csinált, hogy valami válság felé, mert ez egy feltételezés, amit... Igen, de van egyszer élő szerződésünk a vezetőszer felelése szerepel. Jó. Eddig is, ami különös kiváltságok ezt közvetítette, a másik két bizottságra ezt sohasem tette meg. Hát mivel váratom, hogy meg ki az anyag, illetve körülbelül ennyit manipulálhat. De annyi lányosságban ennyit mondanám. Akarok. Akkor tisztelettel köszöntök mindenkit, a bizottságot teljesül. Jelen van, és köszöntök a polgármester úrat, alpolgármester úrat, jegyző urat, képviselőtársaimat, minden jelenlévő és meghívott vendégünket. Jelzőként hiteles főnek szeretném felkérni Keserű Zoltán, illetve Tűjeri Attila, a képviselőtársaimat. Bocsánat, vegyesen. Keserű Zoltán és Halász Zoltán képviselőtársaim. Jó, akkor azt hiszem, hogy a képviselőtársaim. Bocsánat, nem vettem figyelembe. Össze volt a bizottsági ülésem, bocsánat, csak elkezdtem. Jó, legyen olyan, aki egyetért Keserű Zoltánnal és Magasarú János képviselőtársának kívánom, az egyhányos köszönöm szépen, napi rendek kiküldésre kerültek. Ehhez képest egy egyebeket javaslok, illetve szeretnék az utcóval elsői rendezvényről is szót ejteni. Van-e ehhez képest egy javaslat? Ha nincs, akkor szavaztatom a napi rendeket, aki ezekkel egyetértek. Két bizottságot együtt szavaztatom, aki egyetértek. Köszönöm. Bocsánat, Humán Bizottságból, igen, a felvezetés rossz volt, össze van a bizottsági ülés, Humán Bizottságból egyszer jelzik. Szabadnak el át szól. Köszönöm a kiegészítést. A jó szokásunkhoz képest a jelenlévők napirendjeivel kezdjük. Legelőször Vécsei Mihály úr, azt köszöntjük körünkben. Bogárka, Kintói Gépfája, megkapjuk az előterjesztést, a Mustoni Mindosság tárgyalkot, Zsulta testületnek egy kérése, ehhez képest adom meg most önnek. Nagy tisztelettel köszöntöm, és a képviselőket köszönöm, hogy meghallgatnak és hogy meghívtak. Nincs nagy tapasztalatom ilyen testületi ülésekkel kapcsolatban, hogy ülünk fel, vagy ülve, hölgyekkel szemben. Csücs! Nagyon tiszteletlenség. Kikötő jégpálya projekt, nem tudom, hogy a képviselők megkapták, gondolom mindenki az anyagot, átolvasták, nem is tudnám akkor az időt, mert látom, hogy az mellettem a 11 pont van már, úgyhogy van miről beszélgetniük. A kikötő jégpálya a Bahar kikötőnek a parkoló részében szeretném megvalósítani, az idén 23-ától optimális esetben a február 23-áig, azaz gyakorlatilag ez egy 890 óra üzemelést, egy ilyen 90-92 napos jeges szezont tudna biztosítani Balatonbogárnak, és hát nyilván a régiónak, vagy a, igen, mondhatjuk, hogy a régiónak. A Bahartal egyeztettünk, a Bahart rendelkezésünket ugye bocsájtani a területet. Ez egy kettőnk közötti megállapodás lesz majd a Bahartal, ha ebbe a fázisba fogunk jutni. Gyakorlatilag az üzemeltetést vállaljuk mi, az építésre mi fölkérünk egy ma Magyarországon a legnagyobb tapasztalatokkal bizony céget, ez a 4 évszak Kft. 10, inkább 20 már a szám, amennyi jégpályát építenek és üzemeltetnek felent az országban. Én azt gondolom, hogy itt Bogláron, és nem csak Bogláron, itt a régióban is simán egy ilyen biztonsággal tudna üzemelni, és hát feltételezem, hogy igény is lenne rá, illetve bízunk benne, hogy igény van rá, és ezért is próbálunk meg belevágni. A Siófok viszonylatában bizonyára önök is tudják, és tisztában vannak, hogy a Siófokon van egy jégpálya legközelebb, meg Kaposváron, ami gyakorlatilag már nem az a távolság, amikor beülök és át tudom korcsolyázni. Egyrészt szeretnénk a helyieket megszólítani, és az a Balatonboglár és az agglomeráció lakosságának a lakosságát, a gyerekeket, és hát nyilván azokat az üdülőket, akik balatonboglári kötődéssel, vagy hát regionális kötődéssel bírnak. A projekt több mint 10 millió forintos nagyságrenddel bír, ugye ez magába foglalja a pályabéletet, a kommunikációt, a jégkészítését,
ez gyakorlatilag egy műjégpálya, nem a klasszikus értelemben, mert van akinek a fejében a műjégpálya az, amikor azt mondják, hogy műjégpálya, hogy ilyen táblás jegek jelennek meg, ilyen műanyag táblákat tesznek egymás mellé, bizonyára láttak már ilyen pályát is, és ezt hívják műjégpálya, ez a klasszikus műjégpálya, amikor alá van csövezve, vízzel megy, hűtőrendszerrel van ellátva, és hát igen jelentős az áramfelvétel és az áramigényelnek gyakorlatilag majdnem 3 millió forint. Szóval majdnem millió per hó nagyságrendileg így kell számolni, nyilván időjárás függvényében, ha hideg van, akkor nyilván nem kell annyit hűteni értelemszerűen. A cég, akivel kapcsolatban vagyunk, ők adják a Rolbát, a Rolba az a jégkészítőgép, aki nem látott még ilyet, egy ilyen kis traktor, ami a jeget készíti a jégpályákon, ez minden jégcsarnokban rendelkezésre áll. Nem titkolt szándék, nyilván mellette van a Boglárkobisztra, amit május 10-e óta viszünk itt Balatonbogláron, és próbáljuk egy kicsit itt belevinni a város, illetve a régió életébe. Az ellátná a büfé részét, a mosdó részét természetesen szintén, a szociális helyiségeket tudná biztosítani, és az oldalfalon pedig ki lehetne alakítani egy sátras megoldással a kölcsönzőt, az élezőt, mint is raktárrészt. Erre nyilván azért van szükség, mert az a tapasztalat a jégpályák viszonyában ma Magyarországon is az ilyen nemzetközi átlag is, hogy az ilyen és ehhez hasonló jellegű jégpályákban olyan 25-30% a korcsolyázóknak az bérli a korcsolyát. Tehát 10-ből 3, 10-ből 2,5 ember az korcsolyát bérel, mert mindenki rendelkezik ezzel. A délelőtti jégidőben szeretnénk az iskolásokat bevonni, óvodásokat bevonni ebbe a ovikori és ovisúlyi programba, vagy kori ovi és kori súlyi programba. Emellett már nekem van egy egyesületünk, a Blue Point Sport Egyesület, amely rendezvényeket csinál, csak a hétvégén lesz, hogy ha valaki közül szereti a repülés, szeretettel várjuk Szombathelyre, a hétvégén a legendák a levegőben a repülőnap lesz, Gripen bemutató és egyebekkel, szóval a repüléssel is foglalkozunk. Az egyesületünk az most kérte a tagfelvételmét a Magyar Jégkorong Szövetségbe. Nem tudom, gyors vagyok nagyon? Nem. A Magyar Jégkorong Szövetségbe, igen, köszönöm. A Magyar Jégkorong Szövetségbe, októberben a Jégkorong Szövetségnek a aktuális elnökségi ülésén döntenek arról, valószínűleg felvesznek bennünket. Ugye ennek a jégpályán nem csak az a célja, hogy egy szabadidős tevékenységet biztosítsunk, hanem lett benne egyfajta tehetséggondozás is, hiszen a régióban nagyon kevés gyereknek nyílik meg a lehetősége arra, hogy élesportokkal kerüljön kapcsolatba. Ezáltal a tehetséges gyerekek idővel majd nyilván nem már holnapra el lehet őket irányítani Székesfehérvár, illetve Kaposvár irányába, ahol már a jégkorong egy bizonyos szinten van. Nyilván megtanulnak, az egyik legösszetettebb mozgásforma a korcsolyázás, és tudományos kutatások is bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik ilyen és hasonló sportokban vesznek részt, azok az iskolában, óvodában adott esetben jobban teljesítenek. A gyerekeket már 3 éves kortól lehet korcsolyázni, tanítani, korcsolyázást el lehet nekik kezdeni. És hát aki már járt jégpályán, egy-két ember nyilván síró arccal jön le, mert esik és történik valami, de a nagy többség az mosolygós arccal jön le, és egy nagy smiley jel az egész jégpályának a története. Az még nem dőlt el, amennyiben megvalósul a jégpályás projekt, hogy befedjük a teljeset egészen, vagy csak egy ilyen sátortető lesz rajta, hiszen az a panoráma, az a látvány, amit nyújt, ez az egyik, megkockáztatom, nyilván a Városligetet nem veszem ide, az ilyen nézősített pályák között a legszebb helyen lévő jégpálya. Én azt gondolom, hogy minden adottság megvan hozzá. A Balaton most ma kötöttek be áramot, plusz áram mennyiséget, ez 3x120 ampernek az áramigénye. Ez egy elég komoly mennyiség, amire szükség van. Az üzemeltetéshez hát itt tartunk jelen pillanatban, és hát ehhez kérjük az önkormányzat támogatását. Ugye szeretnénk a gyerekeket korcsolyáztatni ezen a pályán délelőtti órákban, délután közönségkorcsolyázás, és hát nyilván hétvégén közönségkorcsolyázás, szabadidős tevékenység és oktatások lesznek majd a sorban. Már felvettük a kapcsolatot jégkorongedzővel, korcsolyaedzővel, és hát ugye olimpiai bajnok van Magyarországnak, világbajnokok vannak már jégkorcsolyában, illetve gyors korcsolyában. Hát egyre népszerűbb ez a sportág, és szépen jön fel. Úgyhogy itt tartunk jelen pillanatban, ehhez kérjük a támogatásukat, hogy az önkormányzat is álljon mellé. Nyilván mi ezzel nem bírunk, önmagunkban szükséges mellé az önkormányzat is. Nyilván következő lépcsőfokban majd a kommunikációban is kell segíteni az önkormányzat, illetve a település a város meglévő csatornáin keresztül. Én azt gondolom, hogy ha ez itt meg tud valósulni november 23-ától, akkor egy olyan, mondjuk úgy, hogy túváj lesz, ha úgy tetszik, a dél-balatoni régióban, hogy ez igenis kell, hogy hozzon a konyhára a néhány vendéglátóhelynek, ami ilyen időszakban nyitva van. Nem beszélve arról, hogy ez egy rendezvény helyszínként is funkcionálna. Ide szeretnénk már december 6-án, ha megvalósul, polgármester úrral összefutottunk a múltkor, akkor említettem neki, hogy a Városi Mikulás már a jégpályára szeretnénk, ha van ilyen, tervezni. Akkor egy ilyen kis karácsonyi, szóval van rengeteg ötlet ezzel kapcsolatban, hogy valósuljon meg.
össze kell raknunk a pénzügyi részét, nem állunk rosszul, de nyilván kell előrelépnünk ezen az önkormányzattal kapcsolatban. Nem tudom, van-e kérdés. Bocsánat, még egy mondat, amit felajánlottunk, ugye a gyerekeknek az összes boglári iskola óvoda gyermekeik azok iskolai időben, meg utána 2-14 óráig ingyen jönnek korsijelzés, mindenkinek 4+3 jegyet ajánlottunk fel, az nyilván megbeszélés kérdés, hogy ki mikor tud jönni. Körülbelül ez az, amit elbír a projekt. Ez az, amit elbír a projekt. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Mielőtt útjára bocsátunk, két kérdésem lenne. Egyik a jelenlévő pedagógusok majd választanak, hogy délelőtti időszakban délután 2-ig hogyan tudják ezt felhasználni a gyerekek. Ezért nem értek, hogy milyen mértékben és hogyan tudják igénybe venni. Viszont az át nem ruházható szabadjegy tekintetében ugye az került leírásra, hogy az általunk megjelölt időszakban használhatnak majd fel. Ezt hogyan gondolják, hogy hetente közé teszik, hogy mennyi időszakban, mert ugye az előző testületi döntés arról szólt, hogy naptól és napszaktól függetlenül. Igen, erre azt gondoltuk, ugye ez még nyilván mi is fosztjuk össze ezt. Én úgy gondolom, hogy a karácsonyi hét időszaka kivételével bármikor felhasználható ez a jegy. Ugye az gyakorlatilag másfél hetet jelent, és ugye hány hetet pont? Durván 12 hét az üzemelés, tehát abból a 12 hétből 11,5 héten keresztül, vagy 10 héten keresztül bármikor felhasználható ez a három ajándékjegy. Tulajdonképpen. Akkor ezt kérem szerepeltetni a jegyzőkönyvben majd, és a határozatban is, így ahogy elhangzott, így hagyja jóvá a bizottság, illetve a képviselőtestület, majd ha szabadon. Korrekt, szerintem. Van-e további kérdés? Parancsolja. Ugye a múltkori bizottságban is ezt felhetettem a múltkörtök, hogy teljesen jól van, hogy egyébként az iskolai munkatóra. Na, örülök, ha várj. Ez egy jó órán. Nem látom át, hogy tudnánk délelőtt kocsiázni, mert ugye a gyerekeknek az legalább egy 20 perc, mert lesétál 20 percet, tehát az egy testnevelés óra az a sétál. Értem a kérdés, hogy az óvodások esetében ez nem probléma, hiszen az egy más történet. Az iskola esetében ezt valahogy ugye összevonják a testnevelés órákat, és akkor két testnevelés órából lesz ugye egy kocsija óra. Ez a leggyakoribb megoldás erre. Van, ahol busszal, nyilván nagyobb városokban ez másképp működik, de azért mondom, hogy nagyobb városokban ez másképp működik. Itt Boglár esetében én azt gondolom, hogy ez óra összevonással és nyilván a testnevelő tanár bevonásával kell ez, de amikor esetleg abban a fázisban jutunk, akkor szívesen lelők az iskolával, a kis csoportban, a testnevelőkkel, mert ők ezt mindenképp kellenek, tehát nélkülük ez nem működik. Abszolút. Én mindenképp támogatom ezt a egész dolgot, csak annyi, hogy az meg kell beszélni. Ez természetesen is jogos, persze. Nem egyszerű az élet. Persze, nem. Abszolút értem. Köszönöm szépen. Kalász volt. Kaptam választ. Ja, van-e egyéb kérdés? Amikorra kérdezte róla rá, mégis azért tárgyalóba szólt. Igen, abban a karácsonyi hídben. Hogy tudják, hogy így menjen ki a tárgyalóba. Van-e egyéb kérdés? Észrevétel. Ha nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel javaslom a bizottságnak elfogadása, amit a Vécsei úr elmondott, hogy mely időszakban használhatják fel azt a három szabadjegyet, mindazokat, akik ezt megkapják. Aki ezzel egyetért, igen. Egyhangú, köszönöm szépen. Következő, ismét csak szabadon kezelve a napi rendeket a jelenlévők érdekében. Köszönjük szépen a Vécsei. Megtisztelt bennünket. Megtisztelt is volt számomra, hogy a bűnömmel találkozunk. Sok sikert a választásokra mindenkinek. Üdvözöljük körünkben Csiszár Szilárd urat, és tárgyalunk a bérleti szerződést. És rögtön megkérdezem, hogy van-e kiegészítés bármi a leírtakhoz képest. Nincs, részemről nincs. Egyetlen egy észrevétele volt pénzügyi vezetőnek, és azon kívül nincs. Szerintem azt házon belül meg tudnánk oldani, hogy egyeztettünk könyvvizsgálóval és a könyvelőkkel, és mivel az önkormányzatnak a bérleti díj vonatkozásában áfamentes státuszban azt javasoltuk a Szilárddal, és abban maradtunk, hogy áfáson tudjuk számlázni a tevékenységet, nem bérletnek hívnánk, hanem ingatlan hasznosításnak. Mindkét fél szempontjából célszerűbb lenne, hogyha áfás terégnésétként folytatnánk további a dolgokat, vagy a döntőváltunk, de megkötését is majdnem a többi.
ezt el fogjuk vezetni ebben a kérdésben. Egyetértek, főleg a következő lépés tekintetében. Sokkal szerencsésebbnek tartom ezt a dolgot. Túltárgyalat. Szóvá tettem volna egyébként a végénél. Köszi. Van-e kérdés? Észrevétel. Ha nincs, akkor nekem lenne kettő. Három. Mindenki előtt ott van a szerződés termete. A szerződés negyedik pontja. Ami úgy szól, hogy a védők kijelenti, hogy maximum 50 millió forint értékű felelősségbiztosítás kör. Ez később visszaköszön 20, illetve 10 milliós forint értékben más pontoknál. Mindenik pont úgy értelmező, hogy indexált biztosítás kör. Ezzel egészüljön ki. Ezt megbeszéltük. Nem mondtam el, de egyeztettem a Csiszár úrral. Megbeszéltük, hogy ez így szerepeljen, hogy minden érintett pont indexált biztosítási díjban. Az ötös pontnál, a dollárkártyánál, ami úgy szól, hogy úgynevezett dollárkártya a képviselőtestet aktuális határozatának megfelelő kedvezményre jogosít. Erről nem a testület dönt, erről a szolgáltató dönt, hogy milyen mértékű kedvezményt ad a dollárkártya igénybevételére. Úgyhogy ezt a mondatot kérem törölni a szerződésből. A kilencedik pontnál, ami úgy szól, hogy a reklámhordozó elhelyezését megelőzően a bérlő köteles a főépítés és az építési hatóság jóváhagyására szükség szerint engedélyét is megszerezni. Ez értelemszerűen a 9/1 és a 9/2 pontra is ugyanúgy vonatkozik. Ez a kitétel, hogy köteles a főépítész jóváhagyását megszerezni. Alpontokról van szó, de hogy egyértelmű legyen, a 9-es pont minden pontjára ugyanúgy érvényes. Ezt is megbeszéltük. Igen. A következő. A 3-as van nem. A 3-as van. A következő. A hatodik oldal a lap alján. Alulról a harmadik bekezdés. A bérlő köteles a tervezési és az engedélyezési eljárás szakaszában a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsággal. Ilyen nincs, ezt a szövegrészt kérem törölni, és marad az, hogy a polgármesterrel vagy az általa megbízott személlyel és az illetékes szakbizottsággal és a főépítésszel egyeztetni. Ez a szövegrész marad. Hatodik oldal a lap aljától visszafelé a harmadik bekezdés. Ott kezdődik, hogy a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő által létrehozandó létesítmények műszaki tervei legkésőbb használatbevételi engedély kiadásáig átadja. Nálam nincs beszámozva, azért nem tudom. Pontot, de a szöveget mondom, így megvan, hogy a szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlő által létrehozandó létesítmények műszaki tervei. Így megvan a bekezdés? Igen, igen, a közparkos részen van. Közparkos részen van, itt van. Itt van az hetedik oldal elején. Ott van a Városfejlesztési és a Turisztikai Bizottság szövegrész, onnan kimegy. Értelemszerűen. Ezeket egyeztettük le Csiszárral, egyetértett vele, van-e egyéb kérdés, javaslat, észrevétel? Ha nincs. A 4-es pontban, a 4-es pontot, azt mondjuk, hogy igen. A 6-os oldalon. Igen. Itt a harmadik bekezdés. Olvastad, mert nem. Amennyiben a rendezvény belépíti díjas, hogy a rendezvénynek egy-egy forrásból rendezvény összefüggésben belépre számít, hogy utolsó első 50%-ával bérlő részére megfizetni. Bérbeadó, nem? Megvan-e?
Pontos oldal, négyes pont. Bérbeadó, igen. A bérlő. A rendezőnek van bevétele. A rendezés azt adja, hát akkor a bérlőnek. Aha. Mi az? Tehát ott van. A rendezőnek a bérrendező? Sziszi. Nem, ha én tovább adom. Nem, ő a bérlő. Én a bérlő. Nem. Tisztáztuk? Uh-huh. Rendben van? Igen. Oké. Van egyéb kérdés, javaslat, észrevétel? Ha nincs, akkor szavaztatom az elhangzott kiegészítésekkel. Éviként minden sikerült. Igen, igen. A bérleti szerződés egységes szerkezetben. Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, pénzügyi bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. Palásti úrat is köszöntetjük körünkben. Nyilván a Kisraki Műház után is végállni. Úgyhogy a Kisraki Műház következő napirendben tárgyal. Ezeknek a leges-leges-legutolsó módosítása, ami egyébként a G jelű lelkemelési kiosztásban van, ez lett az, ami szerintünk a legoptimálisabb használatot biztosítja. Minden honnan megközelíthető, ezek a különböző egységek, ugyanakkor le is lehet zárni őket, udvarról is megközelíthető, utcáról is megközelíthető, tehát egy olyan használatot biztosítani, köszönöm szépen a kiegészítést, és köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, aki ennek az elkészítésében részt. Talás Tibi kiegészítés. Hát tisztelettel köszöntöm a hölgyeket, utokat. Hát talán csak annyi, amit ugye le is írtam, hogy ugye a korábbi tervezési megbízásban, hogy a polgármester asszony említette, ugye csak a volt szolgálati lakás és egy logikus egységére került volna sor ellenben, hogyha a könyvtáros bevonásra kerül, akkor egy használatnak a lehetőséget nyílik meg. Tehát ugye a különböző funkciók térbe és időbe gyakorlatilag függetlenül használható, ugye ami a legjobb lényeges megközelítés lenne, illetőleg a vizes blokkoknak egy olyan optimális kialakítása, hogy ne kelljen minden egyes funkcióhoz külön-külön vizes blokkokat készíteni, hanem hogyha erre lehetőség van, akkor egy ilyen minimális közlekedővel a funkciók összekapcsolása csomópontjába tudnának megjelenni azok a vizes blokkok, amik minden funkcióhoz külön-külön is használható, de gyakorlatilag nem négy, hanem egy vizes blokk kerülni kialakításra. Hát körülbelül ez lenne ennek a tudósításnak a lényege, nem tudom, mennyire vagyok érthető. Köszönöm.
Köszönöm szépen a kiegészítést. Kesem Zoltán urat kérdezem a kisebb részünkben. Én is támogattam ezt. Álljunk, támogattam először, de ez jobban már. Még sejteni értem, de Béla elmondott, hogy bocs, hogy átadottam egyébként. Ez a helyzet, hogy teljesen jó funkciója a sérülőkből, és átvett el a konyhához is, a foglalkozatokból cserélhető minden, úgyhogy mindenképpen ezt kérem támogassák. Köszönöm szépen, Balázs. Bocsánat, csak egy gondolat, hogy most készítettünk viszonylag rövid idő alatt 7 különböző verziót, de nem kellene most feltétlen valamelyik mellett letenni a voksot. Nyilván jó, hogyha tudjuk azt, hogy az A vagy a G mentén haladjunk tovább, de ezt még azért nem tekinteném véglegesnek. Annak semmi alapja nincs, hogy itt még egy-két héten keresztül ezt finomítsuk. Tehát, köszönöm szépen. Én annak a híve vagyok, hogy valamelyik verzió mellett valamelyik verziót fogadjuk el, és azon belül még lehet finomítani. Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a G-verziónál is beszélünk a típus energiákról. Beletértek-e ebbe a felvelési összegbe, amit feltüntetésre került? Hát ugye amikor mi megkötöttük a tervezési szerződést, valamikor nyáron, akkor ugye volt egy tervezési díj, és volt egy tervezési határidő. Ugye természetes, ugye, hogy ebben nem csak a irodán dolgozik, hanem gépész, elektromos, statikus, tehát viszonylag nagyobb csapat. Most ugye ezzel, hogy megnőtt a program, nyilvánvaló, hogy egyrészt ugye a tervezési díjat is én a kollégákkal egyeztettem, hát természetes ugye, hogy ők is azt mondták, hogy az már nem fér bele, és arra én most tettem egy javaslatot, igen. Illetve határidőben is, ugye, hogy egy minimálisan kitolódna a határidő is, de figyelembe vettük még azt az igényt, hogy ez év végig készüljön el, hogy adott esetben a jövő évi költségvetésben, hogy hogy dönt a testület, akkor oda be lehessen tervezni. Ez így van. Most a konkrét kérdésem az, hogy itt szerepel egy összeg, amit most javasoltál. Az ABC verzióhoz képest akkor lefordítom a G verzió, ezen módosít, vagy nem módosít? Ez a konkrét kérdés. Jó, köszönöm szépen. A másik az, hogy október végéig egy viszonylag közelít költségvetés, azért kérnénk a következő testületnek még költségvetés tervezése előtt. Egy számot leírtál, de most a G-verzióra vetítve egy közelítő költségbeszélést a költségvetés előkészítése előtt azért legyetek kedvesetetem. Hát az azért nehéz keres, mert ugye ahogy le is írtam, ugye van ugye ez a becsülőt, ugye, ami a korábban megvalósult felújítás sokon alapszik gyakorlatilag. És ugye a pontos költségvetést azt ugye a kiviteltel dokumentáció tükrében lehet, ugye arra készül ugye egy költségvetés, és arra készül ugye egy árazott, vagy egy árazott költségvetés. Tehát ugye az a pontos. Hogy a kettő között, hogyha erre gondolt a képviselő úr, hát az ilyen... Jó, egy nagyságrendi számot. Egy nagyságrendi számot. Jó, hát megpróbáljuk persze. Jó, van egy kérdés. Készen jött rá. Nincsen. Akkor a határozati javaslatot úgy fogom szavaztatni, hogy a G változatra javasoljuk elfogadni. A G változatra. Magyarul a határozati javaslat A pontját, az egyes pontját, a B pontját, a kettes pontját változatlanul, a A nincs ponthoz. Na, a B pont azt fogalmazza meg, hogy nem kívánjuk módosítani, én javaslom módosítani a tervezési programot, csak nem állítom, hogy B változattal mindenki megkapta a helyi kiadásnak. Ne.
megyünk szépen sorban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tavaly éjten erre kaptuk a 10 millió forintos forrást, mert a fennhez időskörnyék. Van egy kérdés, észrevénk már. Nincs pénzügyi bizottság, aki egyetért csak azt határozott, hogy azt sem tudok kérni a mentet. Egyhangú, köszönöm szépen. Búza, mind a két bizottság együtt. Észrevétel. Mindkét bizottságot szavaztatom, aki egyetért kérem jelezve. Egy hangot köszönöm. A következő napi rendi pontunk. A szerencet. De rövid felvezetésként mielőtt úgy kell bocsátom, mielőtt a művelődési ház átalakítása elindul, egységes testületi állásfoglalás született mindazon szervezeteknél, akik igényelették a műtház szolgálatait, és olyan helyen tudják a rendezvényeket megtartani, illetve a különböző foglalkozásaikat, mert korábban a műházban tartottak, melyeket fizetni kell, akkor azt a térítési díjat az önkormányzat átvállalja. Ennek szellemében került ide elég. Kérelem, én feltétlenül javaslom elfogadásra és támogatásra. Van-e kérdés mindkét bizottságban? Van-e kérdés? Észrevétel. Nincs. Akkor szavazhatom, aki egyetért. Egyhangú. Köszönjük szépen. Kopasz Árpád támogatása kérelem. Ismét csak Kányán Erika, jelző úr. Megkérdeztem a szakbizottság vezetőjét, amikor annak idején ugye fordult a Csodaszártában a bizottságért és rendezvények támogatásáért, hogy ott milyen döntést született a mostani kérelmhez képest, hogy szóba került ehhez a rendezvényhez. Vagy kérelem, és akkor állítom ezt a kérdést. Konkrétan most ezt. Tehát, hogy van két határozat, egyértelműen a civil pályázati keretből is kapott a programra, félreértések történtekkel gondolom a Várti úgy gondolta, hogy mivel nem kapott rá, ezért nem is tárgyalt. Ez nem így történt, a határozat ezt kimondja, én azt gondolom, hogy megvalósult a rendezvényen, a 200 000-et javaslok rá. Tehát, hogy nem vagyunk a Ucsis tévé, tehát nem vagyunk a hír, hanem nem olvastuk el tisztességesen a határozatokat, de hogy sikeres volt, és végre egy kicsit lokálpatrióta történet is megvalósult. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 850-nel zárult így a program sorozata. 850-nel zárult. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? A magas indítványon 250 000 forinttal, határozati javaslatot B pontja tartalmazna ezt. Kipontozott része 200 000 forint kerül, módosítóként beszámoltatom először. Mindkét bizottság szavaz, aki egyetért kérem, jelentve 200 000 forint. Egy hang, köszönjük szépen. Következő napjelenti. A
idősebb számoltam sem. Mielőtt útjára bocsátom az előterjesztést, egy dolgot el szeretnék mondani. Nagyon megkaptuk polgármester úrtól az önkormányzati törvény beidézését, ami ugye arról szól, hogy amennyiben a polgármester a képviselőtestület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben a képviselőtestület önfeladásáról szóló valamint 71. paragrafus első bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. Ugyanabban az ügyben. Ez a második alkalom. Nem az első, a második alkalom. Egyszer már vétót emelt a polgármester úr, egyszer volt joga, hogy visszavételt a kérdést, de kétszer nincs joga senkinek visszavolni a testületeljük, nem is a kérdést. A polgármester úr sem emelhetett meg kétszer vétót. Attól függetlenül, mindattól függetlenül a tárgykörre való, és nem a kampányra, hanem a tárgykörre való bejelentettel, javaslom a tárgyalását és napi renden tartását változatlan javaslattal, ahhoz képest is változatlan javaslattal, amit pillanatok alatt megszületett állásfoglalással, kiosztásra került, nem befolyásolja a javaslatunkat, továbbra is tartjuk magunkat rászorultsági alapon 200.000 forintos nyugdíj határral. Ha az általános iskolásoknál meg lehetett csinálni azt a fajta eljárást, amit meg lehet csinálni, akkor a nyugdíjasoknál ugyanazon az eljárással nyugodtan ezzel lehet élni. Fenntartjuk, módosító indítványként 200.000 forintos rászorultsági ellen történő javaslatunkat. Csak egy kiegészítésem lenne, hogy azért is, hogyha a kormányhivatal keresztül működőkét volt, hogy ezt meg tudjuk oldani, és azt a választ kapjuk, hogy ilyet nem tudnak részünket biztosítani. Tehát aztán meg tudjuk megmondani, kik azok a nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja megfogadja ezt az összeget, és jó módon nem tudunk különbséget tenni közöttük. Igen, köszönöm szépen. Az iskolások is, iskolásoknak is be kell fáradni, vagy a szülőknek ugyanezt meg lehet tenni. Nincs ebből semmi gond sem. Tartjuk a javaslatunkat. Van egyéb. Ha nincs egyéb javaslat, akkor szavaztatom pénzügyi bizottság szavaz. Először a módosítót, aki egyetért a módosító indítványa, kérem a módosítóval. 4 igen, ellene 1. Szavaztatom az eredetit, magyarul értékhatár nélkül történjen ez a támogatás odaintézése, nyugdíj értékhatár nélkül. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. 1. Igen, ellene 4. Köszönöm szépen, következő napi rendi pontot. Járdaterújítási pályázat. Táncsics, minden vissza. Laci, kiegészítés. Nincs kiegészítés, mert kérdésre válaszolok természetesen. Köszönöm szépen, mindenki tudja, hogy a 200 járdáira pályázatot adtunk be. Pályázaton ennyi összegből beszélünk, aminek értelmében már az előző évben is tervezési képzelt a felújítását most megvalósulhat. Ebből a pályázati összegből. Van egy kérdés? Ha nincs, akkor szavazhatunk a javaslatokat. Külön, Laci? Együtt is van. Együtt. Köszönöm. Pénzügyi bizottság szavaz. Aki egyetért a határozati javaslatokkal, kérem jelezzem. 1, 2, 3, 4, 5. Köszönöm szépen egy hangul. Várjam. Kiadtam valamit? Elfogyott. Egyelek. Egyelek. Meg szeretném kérdezni, hogy a strandi projekt keretében a partfal javításokra, a füvesítésekre a strandokon
és a bója közben a derékig élő gaz eltakarítására, mikor kerül sorra, és az kinek a dolga. Ez az első kérdés. Aztán majd folytatom. Ez természetesen a strandkiamítást végző vállalkozónak a feladata, ha megkeresett, hogy szeretnék megkezdeni, hogy kijelöljük a elvégzendő feladatot, és remélhetően jó éppen megkésőbb elkezdődik, vagy akár meg is történt. Köszönöm szépen, a bújja köz állapota minősítetetlen. Megint csak azt mondom, működik közterület felügyelet bogláron, arra bizonyára nem járnak, mert az a derékigérő gaz, tenger, szó szerint, ami ott van, és mindenki elnézi heteken keresztül, és senki nem szól egy árva szót sem, hogy azt le kell eltakarítani, az azért. Nem az üres tele. Nem az üres tele. A bója közistran. Végig. Menjetek ki, nézzétek meg. Laci. Most keverednek a dolgok, mert egyrészt van a nyári strandfejlesztéses munka, ugye abból, ami esetleg még vissza van, vagy javításra szorul, az a vállalkozónak a feladata, és ezen kívül van a strandfenntartás, ami a bója köz esetében köztelet fenntartó szervezetnek a feladata. Tudom, összekeveredett a kettő, attól függetlenül az ide látogató, meg oda kimenő boglári embernek teljesen minden, hogy kinek a feladata, az csak azt látja, hogy van egy gazdon a őt nem érdekli, hogy kinek a feladata. A következő, a szüreti fesztivál értékelése. Ugye arról beszéltünk, hogy erről kérnék szépen majd egy javaslatot, hogy mikor tudja ezt megtenni a képviselőtestület. A következő, amit viszont elfogadott a testület javaslatként, hogy szeptemberben készüljön el a strandokat, illetően a parkokat, illetően a Szent Erzsébet parkot, illetően a karbantartások, illetve a felújítások, illetően. Ugye tudjuk, hogy miért beszélünk. Ezt elfogadta a testület szeptember 17-én. Én még nem találkoztam. A következő. Nagyon jól tudom, hogy a Boglárka területe magántulajdon, de mindenki tudja, hogy a járványi betonozott rész balesetveszélyes. Ugye tudjátok, miről beszélek, a kihajtástól az állomás felé eső oldalon, ott van egy betonozott, töredezett rész. Szólítsátok fel, legyetek kedvesek a tulajdonost, az nem önkormányzati terület, az magánterület, amit csinálunk valamit a balesetveszély megszüntetése érdekében. Szóval, szüreti fesztivál értékelése kérünk vissza el. Szeptemberben, szeptemberről beszéltünk ezzel, óhajt-e foglalkozni még a testület ebben a ciklusban, hanem nagyon úgy tűnik, hogy nem rajtunk mindig hozzátoknak. És én akkor is elmondtam, hogy sokkal szerencsésebbnek tartanám, ha ez a testület foglalkozna meg a születi fesztivál értékelésében. Mint aki részt vett az előzményekben is. Ha értékelünk, akkor csak szeptember után, mert szeptember 30-ig van nekik lehetőségük, hogy helyreállítsák. Csak nem adták vissza a területet maradéktalanul, és elérte az önkormányzat egy helyreállítást. Tehát addig, mikor nem már hajtja, vagy hajtatja végre, vagy csináltatja meg, vagy csináljuk meg, de addig nem tudjuk értékelni, mint tudjuk. Nincs is ezzel semmi gond, sem attól még meg tudja csinálni ezt a testület az értékelést. Tudok erről a dologról, de nem változott egy jobb kérdésével, mondom. Most gondolom, hogy a választás esetében nekünk dolgozunk kellene. Jó, mondjam, hogy
ki is a véleményeteket, az egyébként elmondtam a sajátomat, a testület többségének, vagy a bizottság többségének megfelelő, hogy meg átfogjuk a következő testület a bizottságnak. Kicsi? Szerintem a nálaság hivatalos megbeszélést annyit mindenképpen megérdemli. Részt vagyunk a beszélgetést, és már valakinek, hogy mik voltak a visszajelzések, mit tett reményet. Lehet, hogy soha többet nem találkozunk, túlra dolgozva, hogy csak jó. Jó, akkor kezdeményezünk egy kötetlen megbeszélést. Vázi értékelést. Tapasztalatunkról kiugyalásban. Mi ebben a ciklusban. Jó, akkor ebben maradhatunk. A következő az október 1-en. Az öten benyújtott polgármester úrban javaslatot, hogy idősek, az elmaradt és nem a testület hibájából elmaradt, hanem a testületi döntés megszületett, és a pénzügyi átfele is biztosított volt a Szentendre Rajzmatnak, csak valahogy nem sikerült megrendezni. Elmaradt. Ugyan nem csak az egészségügyi intézmény érinti a Szentendre Rajzmatnak, de Balázs doktorral beszéltem, teljesen jogos, hogy én tudom, hogy elmondta a polgármester úrnak is ugyanazt, hogy a május 1-ig sem november 1-ig nyomettik. Teljesen jogos, amit elmondott, de abban megállapodtunk, hogyha az október 1-i rendelményre meghívót kapnak az egészségügyi dolgozók, akkor meg fogják tisztelni, hogy közös látformában találkozhassanak a hívőségeket. És több kérdésem van, mivel ez a rendezvény belépőtíjas volt, és egy operettel oldást szeretnék este, mint belépődíjas rendezvény. Ez maradjon a belépődíjas, hogy az önkormányzat ezt a rendezvényt vásárolja ki, és akkor mind az egészségügyi dolgozók, minden díjasok belépődíjas nélkül változhatják mindezt, vagy maradjon belépődíjas. Tücsi? Az a döntés, hát, hogy a kedvezményes jegye jött a nyugdíjasokra, jól emlékszem, a teljes állapként. Ezres volt a nyugdíjasoknak, ezt az emlékkel feletisztáltam. Én ezt több nem játszolta, vagy én is felettem, aki pontosan azt mondta, hogy már nem tudjuk kiszűrni a nyugdíjasoknak, és a másokat másodra, hogy nem jött sorta a nyugdíjasoknak. Ez nem játszolta, hogy más ellen. Ehhez képest lehetnék, hogy úgy gondolják, mert hogy valószínűleg legalább kettőt fognak, hogy meg három beleért felsik. Nem tudom, hát szóval tudom ilyen. De elindult az elértékes, hogy kisosak megfélelődik. Aha, ja. Akkor meg kedvezményes. Az lehet, hogy esetleg nem lesz esetlen azt mondok, hogy egy szerkezeti mesterek, hogy ott megoldanak a kultok is mondanak, hogy kébe hozzák. Látok már őket. Hattak előtt. Úgy akkor is csinálsz, hogy én kezdve csináljuk, hogy meg a kínemére is, hogy ha oda vendünk egyik színházba, vagy van ennek a színházba, szépen költöznek, akkor mi már nem akarnak mások fogadni. Az, hogy ott vannak az egészségi dolgok, azok semmi nem változik. Csak akkor már más program nem nincsen, akkor a program a szín. Még annyi javaslatom lenne, mert persze tudom, hogy most nagyon fontos, hogy az évekkel ezelőtti hagyományok semmiképpen nem törnék meg. Jobb volt, azt tudjam, hogy én tudom, én köszönti a házigazda szépen a vendégeket, polgármester úr jó mennyiségű a ünnepséget, és az utána a Mariannek a ünnepség után mindig szoktak egy ilyen szerény kocintás, egy kis fogás, azt mondtam, ezt nem adjuk a különösen. Amiatt, hogy azt mondjuk, hogy az egészségügyi dolgozó eldöbörögjenek, hát van, és ebédet érni a másik nagyos. Ez egy ilyen társadalmi nemzetszerűen.
Gondolkodtam egyáltalán, hogy születve már 4 éve körülbelül ezt mondom most a utóbbi tapasztalatom, mert nem látom utat és senkit közülük, de a teszkolókkal kapcsolatosan lenne egy megjegyzésem. És nem a rendezvény szervezőjére ez, akit felkértek, hanem maga a belső ellátása. A Tesco dolgozói a most elkészített sétányra akartak terelni több tonnás autót, és láttam mondani, hogy ha megmenítenek, akkor én kívom a rendőrséget. Nem hiszem, hogy az én feladatom lenne, de a jövőre nézve, és ez bárkire vonatkozik, az nem megoldás, hogy mi csak kiadjuk a saját területünket, és utána ott azt csinálnak, amit akarunk. Itt lehet építeni szép dolgokat, de én vagyok lakáskiadó, de gondolom, aki kiadja a lakását, azért azt megnézi, hogy hogyan használják. Valahogy nekünk is ezt úgy kellene felfogni, hogy nem azt jelenti, hogyha valaki kap egy területet, és nem az utolsó rendezvényre, ez bármilyenre vonatkozik, akkor ő azt csinálhat, amit akar. Felügyelet nélkül nem lehet ilyen szép területeket hagyni a jövőbe. Utána most is úgy kidőlt ugye egy baba, mert mindig kidőlnek a baba, mert magától dőlnek ki. Hát utána mindig kell majd pótolni ezt meg azt. Másik dolog, hogy hány tonnás autót bír el az a sétány, meg a tövezet része. Nem úgy járműforgalomra van. Nem járműforgalomra. Köszönöm. Akkor pedig nincs. Oda valami behagyta egy tilos táblát, de olyan természetes volt, hogy oda terelik a forgalmat. Most, ja, és a másik dolog, hogy úgy tudom, hogy a pakoláskor pedig az egyik faházat meg is húzták, igaz? Nem tudom. Meghúzták, de nagyobb a fogát nem egy forró kölcsön, tehát minimális baleset volt. A kocsiban több kár lett, ezt tudom. Azért akkor magába a faházat, tehát minimális. Ugye egy évvel ezelőtt én már felvetettem, mondjuk nem a ciklus utolsó hónapjában ismételtem, illendő, de kikívánkodik belőlem, hogyha nem tudjuk megoldani a rendezvények idején a területeink megóvását, saját embereinkkel, akkor oldjuk meg külsőben. Meg kell fizetni. Majd azok megvédik Boglár területét, ha vagyunk annyira olyanok, hogy képtelenek vagyunk a saját területének környezetünk. Ennyi. Na, ha nincsen más, akkor nincs más? Miket szeretnék valamit? Az Attilának címlős, és itt a kamera. Te ugye nyilvánosságot felhasználtam arra, hogy mondjuk azoknak nevezd egy csapatot. Facebookon. Mi teljesen képes, pont a végén, hogy erre nem kívánt beszélni. Én is így vagyok, hanem. De nem nagyon tudok mellett elmenni, hogy te valakit kívánsz fel, nem akarsz nevezd meg. De az, hogy mindenki azt mondott, hogy hazudisztom, az nem fér fel ebben. Az én óvasatomban. Megkérnélek a vegyettől. Engem neveztek személy szerint, azok, azok akik írtak a Facebookon, és mindjárt csak válaszoltam. Jó, nem tudom, hogy én személy szerint neveztem meg, engem viszont megneveztek azok, akik azok. Én azt láttam, hogy te mit csináltál, és az, ugye azt érintettem, hogy a csapatot megnevezték. Most a jövőre van csapatom. Leírtad, hogy melyik csapatot megnevezték? Hát nem, te mondtad azt, te írtál. Ott le van írva, hogy melyik csapatot neveztem meg. Hát nem azt mondtad, hogy hazudik ez a csapat, a másik. Ez a csapat. Nem írtál ilyet? Hát, hogy most miért beszélsz mellé aktívan? Ne erről beszélj. Hát most ki az, aki téged azoknak nevezett? Ki? Aki ki írta? De ki nevezett téged? Hát akik azt írták, hogy én hazudtam. Vagy ő? Ki? Akik azt írták, hogy én azt hazudtam, hogy... Hát legyél konkrét. Legyél konkrét. Hát olvasd el a Facebook bejegyzést, hogy kitett a Facebook bejegyzést. De most az, hogy mit írtak rólad, de te valamiről beszélsz. Szerintem, és ezt hagyjuk, én ezt felmondom. Hagyjuk, persze, de legyen, hagyjuk. Én az indián azt tudod, hogy most én beszéltem, mindenki pus. Körülbelül így álltál hozzá. Ez nem korrekt eljárás. Ha valamit mondasz, rájön és mondd meg. Én valamit akarok, oda megyek el, és megmondom neked. Vagy bárkinek. Ez így is lesz. És azt várom, hogy mindenkitől. Jó, tehát ez nem volt korrekt. Azt
De én rendben van, nem arra, én azt szeretném, hogy ne legyenek árkok, hanem normálisan tudjunk együtt beszélni egymással. Tehát ez a fajta kommunikáció nyilvánosságot felhasználva, mondasz valami gondot, van, menjél, beszéld meg. Tehát én így gondolom ezt. Tehát ez a fajta, hogy kiterítjük és kentjük a szart, ez nem korrekt. Én szerintem. Tehát ennél jobb megoldások is vannak. Nem biztos, hogy a nagy politikát nekünk itthon, csak is még jobban le kell követni. Én így gondolom, de ha nem így van, akkor ha ti más gondoltok erről, biztos, hogy tudunk róla beszélni, de én úgy gondolom, hogy ez így helyesen. Megcélozhatunk valakit, bárkit, most a téged értsérem akkor is. Tehát nyilvánvalóan megvéded magad, szólsz neki, stb. Tehát, és így kell a történet. Én csak erre kérek mindenkit. Most ugye téged, mert nem voltak érintett. Röviden ennyi. Köszönöm szépen. Van-e még egyéb? Ha nincs, akkor a bizottságítés. Bezárom téged. Megnyitom a második napi rendet, mely a Burza Hungárt a következő évi pályázatokra csatlakozására szól. Bizottság tárgyalt, nem fogadta a kérdés hozzászólásra javaslat. Van-e? Ha nincs a határozat, javaslat, hogy fogadjuk el, és egy mindenes csatlakozunk a pályázathoz évben. A harmadik napi rendet megnyitom, Szemence alapítvány, gyermek alapítvány. Támogatásának kérem természetesen, és a támogatás mellett kérem a testvérszabadását, amely ezt a bizottság támogatta, és itt egy hangból szavazunk el. A Kopasz Árpád támogatásának a kérelme következik a 4-es pontban, a bizottság javaslata 200 ezer forintba, azt gondolom, hogy egyelőre akkor ezt tudja teszem föl én is, aki ezzel egyetért megszavazhatna 200 ezer. A Bográka jégpályánál ugye változatlan összeggel, amit kérte a úr, azokkal a kedvezményekkel, amit többet elmondott, illetve az a kérdezett és a munkatárhoz. Úgy kérem szépen, hogy a bizottsági jegyzeteire hivatkozva is köszönöm, hogy nem volt szabadás. Idősebb világnapja, ugye itt most azt már érzékeltem az előző szabadát, hogy a támogatás ellen nincs senki. A egyedül kérdés az a differenciálás, amit ugye oda a pénz az időseknek. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor meg találjuk ki valamit, hogy ide veszünk át a pénz az időseknek. Már most már úgy látom, hogy az akarat megmondhatjuk. Most mi a helyzet? Tehát most a hivatal kérdezem, meg a pénzügyi osztály, hogy egyáltalán hogyan tudjuk a kezd folyósítani. Tehát ilyen barátok. A szociális alapon az szó, az, hogy most nem nekünk, hanem az adott ügyintézőnek, aki felvonulta a ruházba, bemutatják a szervét, az utolsó szervét, és ott van, hogy mennyit kaptak, és akkor mehet. Ilyen egyszerű. Tehát nyilvánvaló, hogyha mi szeretnénk adni, és aki ezt elfogadja, mert nem biztos, hogy mindenki elfogadja, akkor azt megteszi, hogy ide bejön, és megmutatja meg nekünk, de a szervénét, hogy mennyit kap. És akkor 250 forint alapjákat a kertet. Igen. Csak 250 forint alapjákat. Igen. Igen. Szociálisan, nem azt jelenti, hogy szociálisan. Nem tudja megoldani, de hát. De most a kórházban. Itt a házban meg tudjátok oldani? Meg tudják. Aztán mondom, hogy szabályos is nem is gondolnám ezt szociális ellátásnak, mert azért a 200 ezer forint a szociális rendeletünket úgy merőben meghaladja. De ha azt elfogadja a testet, hogy nem üzít az iskolásoknál, akkor viszont ez nagyon komoly adminisztratív munkát jelent, amit nem 400 családról, hanem fogalmunk sincs, hogy hány családról van szó.
akkor azt kéne be segítséget nekünk is, akár a Kós Mariantól, vagy nem tudom, milyen intézményektől kéne, kérelemre kéne ugyanúgy megindítani az eljárást. Azt gondolom, hogy így sem gyártanánk le határozatokat, mert ezt nem is számú tömeg létszámról lehet szó, de akkor kérelemre kéne ezt is megoldanunk, és akkor valóban, mivel ezek ilyen szenzitív adatok, valóban valahogy be kéne mutatni a nyugdíjas igazolványt és a jövedelmét, ezek után pedig akkor tudnánk folyosítani vagy utalványt vagy valamit, de azt nem ígérjük, hogy ez egy hónapon belül lezajlik, de idén még minden, mert nagy a tömeg. Én szeretném jelentni, bár a polgármester úgy ítélte meg, hogy így át fog menni, én továbbra sem tudom. A többséget érzékeltem, nem gondoltam, vagy nem tudom, hogy egyet. Én ezt csak szeretném jelezni, hogy én a véleményemet nem változtattam meg az előző testületi üléshez képest. Én azt gondolom, hogy ennek a 15 millió forintnak nem kellene, hogy elaprózódjon. Én azt a 15 millió forintot szívesen látnám egy kislaki iskolabuszba, ahol két évig lehet megtanulhatni. De nagyon szívesen látnám a Viola utcai iskola udvarán is, ahol hát körül lehet nézni, hogy ma. Úgyhogy én ezt nem fogom támogatni. Csak én ezt nem is gondolom, hogy ez inkább is tudom. Nem is azt gondolom, hogy ez 10 millió forint valahogy sem szól, nem egyáltalán, amikor van lehetőség ezekben, akkor adjon, akkor másokat. Most itt inkább a technikáról beszélnénk, mert ugye kérdés még mindig az, hogy nem tudjátok korolni a pneumatikai, hogy mégis nem, ugye akkora technikai, hogy most ide behívni minden díjast, hogy ez egy nagyon de ők más egy fiatal szülő, aki betrovan, de nem más egy 80 éves ember, aki nem is... De menjenek az ízlését a tűzöttünába. Akkor ne is kelljen találkozni valakire. Nem a napköziről van itt most szó, hanem arról, hogy most csak kérdés, hogy most miért, tehát nem gondolom, hogy most lehet, hogy 50 ember miatt kell a 1500 embert megmozgatni, mert lehet, hogy ezt ki lehet küldeni postán, és akkor egyszerűen megkapja, mint az, hogy most 1500 embernek be kell jönni, azért, mert 200 ember 200 ezer vagy 50 ezer. Tehát most kérdés, hogy ezt nem tudjátok magatokban ezt még egyszer átgondolni, hogy az 50 embert ebből, tehát még egyszer mondom, 1500 embert kell ide beállítani, és ráadásul kétszer, mert egyszer leadja az igényét, és akkor utána még a kifizetés, az már lehet, hogy ki tudjuk találni minden postán, de az igényét akkor is személyesen kell adni, mert ugye hoznia kell a szertit. Na most ezt még egyszer mondom, talán 50 vagy 100 ember lehet, és a Balaton-Boglára 200 között. Tehát, és most miért? Tehát adjátok oda a 200 embernek azt a 10.000 forintot. Tehát ez egy szolidaritás. Attól ő nem lesz gazdagabb, csak érzi, hogy most gondolunk rá. Tehát tényleg... Miklós, akkor bocsáss meg. Ugyanis, hogy befejezted, de Isten a csinálat. Nem. Hát gondolkodj, hogy beszél. Igen, a szolidaritás. Amikor temetési segélyek vannak, és 3000 forint miatt nem kap valaki segély, mert közben a haláleset előtt kellett még fizetni itt, meg ott, meg amott, és a temetési segélyben nem tudunk, akkor nincsen szolidaritás? De van, mert akkor mindig adunk neki, amikor a ilyen esetben. Ja, külön, akkor ugyan külön egyedi elvírásra kérjünk kell neki bejutam. Hát én tényleg nem értem, hogy ez semmifajta olyan megalázás. Ott van a következő, hogy rendezni fogják a nyugdíjat novemberben. Hát akkor, tehát tulajdonképpen itt többfajta juttatás van, most miért nem lehet egy határt szabni, hogy ilyen keretek között. Nem mondhatnám ilyen határt, lehet, hogy csak azt kértem, hogy 50-100 ember miatt kell az egész városban egy óriási procedúrát lejátszani, mikor ott egy egyszerű postálásra ki lehet. Miklós, minek alapján tudjátok, hogy ki a nyugdíjas? Hát a címlistát azt kiadják, azt nem adják ki, hogy hány forint a nyugdíjat. A címlistát kiadják, tehát az egy egyszerűen kérdésíthető juttatás, amit viszonylag egyszerűen, őt nem kell bejönni. Most egyszer bejön 80 évesen a végére, egyrészt lehet, hogy az információ se jut el hozzá, hogy nehezen. Tehát igazából csak ennyit kellene, hogy az 50 ember... Mindenki kapott, hogy kell. Nem kell, mert akkor címlista alapján a helyben lévő címekre ki tudjuk. Ugyanúgy, ahogy az Ádám is kapott.
hogy ezt gondoljátok, de gondoljuk még egyszer, hogy igen. Mert igazából tényleg 50 emberre van szó, aki nem sok ember van, aki nem is mozgás képes, aki most hogyan kell menni az ember. Mert pont az, aki a legjobb varázsul, az nem fog tudni hozzájuk, mert egyszerűen nem tudják. Meg ugye nehezen töltenek élő lapokat, rosszul látnak, más az, amikor megkapja és örülnek. Más az, amikor neki be kell jönni, a falul éről, nem tud mondani. Tehát egy szinte végrehajthatatlan, tehát ráadásul több lesz ennek tehát keserűbb lesz a dolog sokkal, mint amit akarunk adni. Szavazom. Én az előbb érzékelni, hogy az iskolakedési támogatás sincs semmiféle összekapcsolódásképpen. Hát ott is van mi az Amikor az idősek világnak, és nem szociális, nem fizikus segélyek, hogy szociális alapon legyen kérdés. Ez is bátorság kérdés, mi van ezzel a szociális alapon. Mindenkinek volt egy szavazni. Nem akartuk volna jogszabályra hivatkozva, napirendes életünk, és jegyzőre kellett volna jelezni, hogy nem nekem kell volna jelezni, hát megállják itt, akkor ugyanott a témában van, csak ugyanaz van az ügyben, nem lehet kétszer vétózni. De nem akartuk ezt, Istenencs, hogy ezen legyen, csak az, hogy nehogy az egyenlő nincs olyan. Nem, maga volt, nem, majd a hivatalra meg kitolni, meg azok az öregekkel, hogy nem tartunk. Olyanról beszélgetünk, kell beszélni a doktornak, aki beteg, vagy szállni szociális gondozók kiállt. Be lehet volna őket. Nem egy nagy dolog, de tényleg nem egy nagy dolog. Igen. Hogyha... Na mi legyen? Szavazni. Meg tudjátok csinálni? Akkor, ha nem látom, hogy én nyilván adatok is, csak akkor hogy áll ez? Tudom, tehát nagyon nagy a tömeg, így 1500 ember, de hivatalosan ezt nagyon nehéz lesz lepapírozni 1500 családot. De nyilván, ha ez a döntés, akkor megoldjuk csak. Sokkal el fogunk engedni, ez belőle valamitán, sokan mennesünk belőle. Vagy azt nyilván el tud bejönni, vagy sértőleküljük. Igen. Telefonálták közepét, azért mondtam, hogy aki nem tud bejönni, azért van a házi szociális gondozónak, aki bizalmi állásban van, és el tud. De hát tényleg olyan indokat mondjuk. De rengetegre nem járnak. Ez se lehet, az csak egy réteget. Tehát máshoz meg a másik, tehát nem csak el az egy intézményünk van, hanem van, mert egyáltalán is járnak, csak ott vannak az öreget, nem is tudják. De foglalkozik. Ezt mind a ketten tanárok vagyunk, ott az osztály, ott mondjuk el a dolgokat. Ezt
kikérem magamnak, már többször hallottam a te érvelésedet, neked ez az érvelésed. Elmondtad, én is egyszer mondtam, felnőttek vagyunk, szavazunk is ki. Ugyan mind a két oldalnak ugyanúgy felelőssége van a szavazásra, csak annyit mondok. Nem csak az egyik oldalok. És nem mi változtattuk meg az összeget se, nem is volt egyeztetve. Az érdeket minden lehetne mondani, nem mondjuk el. Ugye? Saját magatok tudjuk, fogtatok egyet, aztán mi 5000-et hozzátettetek, amikor az első fordulóval. És ennek ellenére még mindig tárgyaljuk ezt a dolgot. Az eredeti ciklusban meg az lehet mondani, hogy az 5 több a 4, és lehet volna a délőre. Mondja, hogy a legtöbb esetben. Kérlek, ne. Ezt is valaki megjegyezte, hogy melyik a több. Ja. Új testület még fordítva. Nem is sok. Nincs, hát nem különösen az végighallgatni. Elmondta az ember korrektől, ott van egy vélemény, itt van, és kész. Jó, akkor az lehetett így. Hát én nem tudom, hogy a módosítás a 200 000. Jó, 200 000 szavazom. Nem támogatja a módosítást. Akkor most nem tehát a módosítás, ugye? Ugye, Zsolmai, köszönjük szépen. Nem, hogy bármilyen van szóval. Akkor aki az eredeti a támogatatást, minden nyugdíjasnak procedúra nélkül és különösebb igazolgatás nélkül egyszeri szolidaritási adott 10 000 forint nyugtatást. Aki ezzel egyetért, név szerint szavazhatunk? Túl vagyunk. A szavazás elején kellett volna kezdeményezni. Hát akkor ezt mindegy, mindenki látta, hogy szavazhatunk. Nem láttam, nincs a tévé, hál' Istennek. Most akkor, mert ugye ezt le kell jegyzőkönyveznem, és nem láttam. Tehát a módosítás 4-4, és a egy valaki meg nem... 4-4, és a eredeti csak 4. Aha. Hát azért, igen. Mindegyik ellen. Jó, ellenem. Jó, van még három, mert én nem tudom. Nem lesz. Táncsics utca, és Hunyadi utca egyetérte a bizottságra, egyet a testületünk, elindítottuk az Örösi Lakvintháza testületünk. Szavazást hasonlóképpen kérem, ami a bizottságon volt, azzal is egyetértek, a két hangon látom azokat a változatokat, és a várgomban szintén a bizottságon elhangzott javaslatokkal egyetértésben szavaztuk meg. Köszönöm szépen. Még igen, akkor a módosításnál 5 mód volt. Nem, mert azon kívül nem szavaztam el. Arra felé szavazott. Hát azért mondom. Négy, öt, négy igen, öt nem. Egy igen, semmi. Hát semmi. Itt meg csak négy igen. Most négy igen és öt nem. Az ambiót is nem szavazott. Jó, négy, akkor szóval. Nem, nem, akkor ennyi, az ennek se kapott többséget. Sziasztok! 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 Sziasztok!